hogy jó reggelt a izé. A timelapse. Jaj. Ide értem már erre kóra kb. Egy órája. Másfél. Bécs mellett Perchtoldsdorfban. Perchtoldsdorfban vagyok. Tudom, már délelőtt 4:11. Nagyon örülök. Aztán... Jó, mondjuk annyira nem gáz, mert hát most nem sietek, nem csinálok munkám semmi. De azért haladnék. A dolgommal. De most nem kell 45-ös pihenni, úgyhogy az se érdekelne, ha kiszorulnék erre a hétvégére, mert az még talán jobb is lenne anyagi megfontolásból szempontból. Úgyhogy... Mert nem vágok akkor sem magamon, hogyha kiszorulok most az utcsó hétvégére. És akkor eset az utolsó hétvége az utána jön, és akkor mehetek majd haza. Vagy hát max úgy rakodok, hogy még egyszer 23-án hétfőn vissza kell jönni, de hát az meg ugye videó szempontjából is jó. Meg a kintlét is jó a videó szempontjából. Ja, egyébként igen, ez a Perchtoldsdorfi lerakó, hogy itt állsz, mint a jó gyerek. Mint egy jó gyerek. Azt vársz. Ott a szép piros lámpa, látod? Az kiződül. Akkor nagyon jók vagyunk, mert akkor mehetek rakodni. De mondjuk az a helyzet, hogy ott a... Látod, fürdik a néni? A pótkocsin ott fürdik a néni. Ott. Ne a tükröt néz, hanem oda előre, pont középre. Mondjuk pont nincs fókusz, de leszarom. Szóval ott, majd egyenesen, ahol a kapu van, ott ki fog menni a kamion. Mögött a pótkocsi mögötti rámpákon van, valamelyikén van az autó, és ha kimegy, akkor... Akkor mehetek én is. Dász rakodni, lefele, irányba. Na most kijött a srác, mi van? Ugye behív valakit, aki le tud rakni a másik rámpán. Ugye ez az, amit mondtam, hogy nem tudok bármelyik rámpán rakodni. Nem tudom. Ja, a harmadikat mögöttem. Őt hívta rámpára, lehet, hogy neki olyan áruja van, ami kell nekik mostan, jelenleg azon nyomban rögtön. Azt azért be hívta. Ne, szóval nem tudom, azt akartam mondani, nem tudom mi történt, de most már az utcán áll a sor vége. Azt látom, hogy sorok megvannak, és akkor a gebrüderes pótkocsi ott van. Hát, ha belenézel a visszapillantóba ezen a retkes üvegen keresztül, bár most volt mosott, vagy nem tudom, mi a franc baja van megint. Hát szóval nagyjából ott láthatsz egy narancssárga pótkocsi véget. És... És ott a sor vége, nem tudom miért. Jaj. Hát, egy akkor várakozunk. Mikor idejöttem 8:45 körül, akkor én voltam az utolsó. És ketten voltak előttem. Hát arra a kettőre várok másfél órája, akik előttem voltak. Mindegy. Én ráérek. Mögöttem van egy horvát srác. Nem volt túl beszédes gyerek. Bementünk, találkoztunk, nem is köszönt. Jó van, hogy csak jól beszélgettünk. Aztán amikor ment a bejelentkezés, akkor mondtam neki, gyere elém. De hát semmi meg sem mukkant, baszki. Elém sétált, akkor... De jó, oké, a sorban mögöttem van, de ott bent ő volt bent előbb, aztán mondom, mennyi? Ugye... Na, se szarta. Ez bement beadni a papírokat, akkor így... Hello. Nyújtotta, mondom, jó van.
Nem csodálom, hogy utálják a külföldieket, hogy még annyit se tud mondani, hogy szervusz vagy morgen. Tehát ugye ezt mondtam, hogy az adott ország nyelvén azért köszönni, elköszönni, kérni és megköszönni tudni kell. Na hát ki, hogy nyomja. Azért 4 szót megtanulni, baszki. Nem hiszem, hogy olyan nagyon durván nehéz dolog. Ja, Istenem, kisül a retinám, he! A tarkómon. Mi ez a napsütés? Fú, reggel volt mínusz 6, cseheknél mínusz 7. Mondjuk pont vezettem, úgyhogy nem tudtam élvezni, de... Már nem azért, mert hogy csúszkált, mert szerencsére nem csúszkált, pedig könnyű az autó is. De nem csúszott meg. Hanem mert ugye ittben voltam, ittben meg azért ment a fűtés. Végül miért nem kapcsoltam le és nyitottam ki az ablakokat, mi? Hát azért mínusz 7 fok itt, mínusz 7 fok itt bent elkezd itt keveregni nekem menetszélként. Hát akkor lehet, hogy már lány lennék. Lefagyott volna a dolog. Jaj, öcsém! Szerintem jó, mondjuk a gebrüderes kiskocsi is izé. Fullon volt, mire lerakodott. Aztán jött ez a, aki előttem volt a sorban. Ja, őt oldott hátra. Azért mondom, valakinek sziszent a féke, hogy kioldotta, vagy feloldotta. De ez csak a csesrác, aki ráállt a lámpára most. Nem tudom, hol tartottam. Jaj, álmos vagyok, mint a rohadás. Ó, gyerekek, reggel sztori volt ám. Hú-hú! Bolgár versenyző úgy gondolta, hogy ő meg leparkol a sor előtt. Ez az agymenés, ez honnan jött? Ne, ugye látta, hogy mások is állnak a sor előtt, csak azt nem vette figyelembe, hogy ők szünetet tartanak, nem pihenőt. Ez a gyökér meg befüggőnyezett, azt lefeküdt aludni. Mellettem a csefiú, vagyis egyel arrébb. Kettővel mellettem a csesrác, meg nem tudott kifordulni. Egyébként, ha nem szedte volna balra, amit egyébként megint nem értek, ugye nekem is így barmolták le a jobb oldali tükrömet, horvátok, hogy neki állt balra kitekerni, aztán onnan szedte vissza, hogy a belső oldala ne kaszálja le a tükrét. Aha, csak azt nem vette figyelembe, hogy akkor a bal hátulja elkezdi a másik oldali autót dózerolni. Na, sikerült is neki. Na mindegy, szóval, ha ezt nem csinálta volna meg, akkor simán kifért volna. De így legalább, hogy ledózerolta, legalább jött a rendőrök, meg jöttek a rendőrök, meg mit tudom én, azt elzavarták onnan a sor elől a bolgár gyereket is. Hát annak most nem lennék a helyébe. Így karácsony előtt, amilyen bírságot fog kapni. Ugye forgalom akadályozásáért, meg mit tudom én, mi... Nem is érdekel, így járt. Ezen sor előtt neki áll pihenőzni. Ennyire hülye nem lehet valaki, baszki, tényleg. Hogy ide már minden debilt fölvesznek. Azért ez már kabaré, hallod. Mert újat már én is csináltam, hogy amikor éjszaka mentem, akkor ugye nem volt sehol hely, és akkor a sor előtt megálltam, rajta hagytam a helyzetjelzőt, és aki indult volna, annak arrébb tudok gurulni, tudod. Előre vagy hátra, tök mindegy. De akkor azzal jelzem a helyzetjelzővel, hogy én csak szünetet tartok. Nem, ez baszki, fogta magát, beállt, mindenki elé azt a kup alszik. Ja, és akkor a rendőr alébb azért hátratolattatja, hogy ki tudjak fordulni, mert látta, hogy én is indulok. És akkor csávó eljön egy 4-5 métert, és akkor megáll. A fülkéje ugyanúgy ott volt előttem, és nem zavartotta magát. Ezt akkor a rendőr rákopogott, hogy hát még mennyi hátrén. Édes Istenem. Na, az a rendőr is hallod, ott ilyen pökhendi fasz volt, hogy nem igaz. Magyarázott nekem. Persze csehül, mert aztán németül meg angolul nem tud megszólalni a hülyéje. Na mit nekem magyarázott a szerencsétlen ott a gyökér, aki beállt a sor elé? Azt terelgest, hülye gyerek, ne nekem ugassá.
azt ment a dolgára. Mondom, én is így gondoltam. Te néni, mit szaladgálsz itt? Kilométer hiányos a néni. Lehet, hogy más hiányos is, de az nem érdekel. Mondjuk a kilométer hiányos-e. Úgyhogy hajnali 2-kor keltem. Csöppet álmos a lelkem. Füttés, ez megmaradt a füttés. Ezt most nem állította le. Csodával határos módon. De szép. De jó. A gyerekek itt állni, várni, hallod? Tényleg kéne csinálni egy olyat, hogy egy nap velem, és akkor non-stop forogna a kamera. Forogna, mit forogna? Nem forog az ott egy helyben csak ott fekszik, áll, ül. Menne a felvétel. Csak az a baj, hogy az akkumulátorok nem bírják. Ha meg fölteszem az aksikat tölteni, vagy a GoPro-t tölteni, akkor addig megint csak nem vesznem. Hú, baszki! Én, hogy ezt állandóan kell törülgetni. Látod, az se elég itt. Mi ez a sznöki? Mi ez a retek, ami ide ragadt? Basszus. Soha nem lesz tiszta ez az autó, basszus kulcs. Soha nem lesz tiszta. Hogy mondjuk ebben a redva időben meg persze. Na, most aztán sokkal nem lett jobb. De azért valamivel szebb lett. Kicsit tisztásabb. Kapcsoljam már ki ezt a kamerát, nem mert neki semmi értelme. Ülünk, azt várunk, azt nézünk, meg néztek ki a féltekből, meg mit tudom én, meg ülünk, meg várunk, meg nézünk. Nem baj. Nézzek, elődjetek ti is. Ez is a kamionos szakma része. Csodálom, hogy még nem hívtak bentről. Mit csinálsz? Mi vagy még ott? Mi történt? Várom, hogy bekövetkezzek, mint rakodási jelleg. Megint más hívsz oda? Nem hiszem el. Megint kijött a targoncás fiú, aki itt rendezi a dolgokat. Aztán ő. Ja, megülem a horvát srácot, elviszi.
Na jó, azt hiszem, itt az ideje telefonálni, hogy a Gebrüdel kicsit lépjen a nyakukra, mert... Két óra várakozás, már kicsit unok, úgyhogy már a második autót veszi elém. Majd jövök, ha van valami érdemleges. Na, már délután van azóta, bőven lerakottam ott. Csak egy 4 órát barmoltunk el, egymás életéből. Aztán most itt voltam Krumnusbaumba felrakodni. Nézzetek egy kis Pöklárnt. Na most karácsonyban kiteszem az osztrák útfelvételt is. Nagyon nem történik itt sem olyan, ami problémás lenne. Nem foglalkozok most vele. Karácsonyban kész. Aztán itt voltam ugye, ahol már egyszer voltam és mondtam, hogy a vigyorgos kislány most milyen izé, mufurc meg goromba volt, meg olyan egykedvű, meg olyan kedvetlen, nem tudom minek mondjam. Na most vigyorgott! Most mindenre azt mondta, optimál! Optimál! Hát azért, amikor egy vigyorgos, szőke, törékeny kislány azt mondja neked, fölégérő szája, hogy optimál, akkor hát az optimál szó, hogy egészen más kontextusában jut eszébe az embernek. Na mindegy, ez így zárójelben. Most nagyon jó kedve volt. Optimál, optimál, optimál. 20 percig vártam arra, mire összeszenvedték, hogy mi legyen fölrakva, mert mikor, hova. Aztán addig vagy 14-szer hangzott el a szájából, hogy optimál. A harmadik után már számoltam. Még azt mondják, hogy pászt, stimmt, ugye mindig azt mondja, hogy oké, megvan, stimmel a dolog. De most mi az anyámra bátyja? Jó, meggondoltad ezt az indulást? Vigyázzál, most indult el valaki Szentpöltenből. Jó. Senki, mi is mehetünk. Kiíg a retinám, he. Jó. Megvagyunk. Úgyhogy most ott felrakottam két helyre. Kelet-Németbe megy az áru. Az egyik biztos, ami maradt fönt, a másikat, ami hátra került, abban nem vagyok biztos, azt nem tudom, mi lesz azzal. Aztán, mivel nem mondtak erről semmit, mondom, akkor bemegyek a lágerba, hát itt a szomszéd fog, látod, onnan a Krumnusbaumból átjöttem, azt mondtam, hogy Böklárba. Csak most ki kell menni, mert ha arra mennék, akkor nem tudnék elmenni a láger felé, mert 3,2 méteres magasságkorlát van. Én meg nem szívesen erőtetném be, mert télen szar a kabrió. Meg ugye azért az a 80 centi hiányozna a tetőből. Ugye a lelki világomnak. Akkor úgyis valaki kérte, hogy mikor lesz olyan, hogy kóvágok itt a kis utcákban. Hát mondom, akkor most legyen ilyen kóvágás a kis utcákban, meg akkor legalább Böklárt is egy kicsit nézitek. Már aki nem ismeri, nem volt még itt. Ez az ablak, ez olyan szinten retkes, hogy nem igaz. Viszont az előző placon, ugye Bertelsdorfban, ahol lerakottam a Rehaus árut, ott legalább abban 3 órában volt időm letakarítani belül az ablakot. Úgyhogy elnézem, nem sikerült ez annyira profin. Jaj, busz, jaj. Oké, elfértünk. És megmaradtak a visszapillantók is. Jajó. Szeretem, amikor fennmaradnak a visszapillantóim. Ja, meg ez egy szép kanyar, figyeld. És ez egy főút, bátyja. Így, és itt vannak a pincék. Hoppa, belóg egy kicsit, de nem baj, behúzzuk a út közepére, aztán elférünk akkor. Ez az emelkedő, meg aztán ez aztán csosz egy emelkedő. Bátya, vagy te is arrébb mész azért, ugye? Nagyon nem törted össze magad azért. De megoldottam ezt is. Köszönjük a lehetőséget a fejlődésre. Na, gázolajat fogok tankolni, mert az... Mire kiérnék Ausztriából, már csak félig lenne a tank. AdBlue viszont még 3 érig van pontosan. Azt ide Kelet-Németig nem kell tankoljak. Nem lesz akkor a súlyom, hogy kizabáljon a vagyonomból. Nem engem a főnököt. AdBlue-t azt nagyjából minden második alkalommal szoktam tankolni.
hajtűkanyarokat tolunk. Tolunk egy balrát. Na. Optimál. Neki ma minden optimál volt. Lehet, hogy este volt nagyon optimál, aztán megmaradt emlékbe. Úgy vigyorgott, mint akit utolért a karácsony. Tudottam, mire gondoltam. Jó, fölteszem majd a másik mikrofon, mert egyébként ilyenkor nincs benne a szőrös mikrofon. Csak a beépített mikrofonjával dolgozok. És az is ilyen jó. Hát, Canon. Canon, mondom, minek akarok. Mégis milyen jó hallani mi. Hozd csak ennyi. Van itt egy átjáró. Bergland felé. Itt hát lehet menni kamionnal? Bár van itt egy tábla, amit írt. Ja, teherautóba hajtani tilosságban. Ugye azt láttam, hogy egy kör volt a tiltó tábla volt, az biztos. Na gurulj tesó, egész a körforgalmi, mi van ezen energia, megint nem... Ezen már megint nem bírok beszélni. Olyan álmos vagyok. Régen volt már 2 óra. Hány órát vezettem ma eddig? 6:40, tehát akkor még elvileg beleférne egy kevéske. Munkaidő csak fél óra múlva lejár a 13 órás normál játékidő. Aztán jön a hosszabbítás. Ja, minek fékezek, majd még lesz a körforgalom. Jaj, viszket az orrom. Jó, majd lemérem az ülés magasságot, na. Csak mindig el van felejtve. Nincs rá idő. Nincsen idő. Hát 2 óra elment ezzel a rakodással. De nem számít. Ó, gyerekek, de megy mindenki arra. Jaj, bazdmutány, most bejössz elém. Hát nem hiszem, elhallod. Hát öcsém, mutatják, vagy nagy tudású gyerek vagy, jó, Audis. Na, majd tankolok később, mert hát, ha vár rám valami áru, vagy valaki várja ezt az árut. Reméljük nem basszák el az időt, hogy belefér még a mai napban, nem reggel kell megtankolnom. Bár a reggelben is bőven belefér. Szépen nyugodtan, kényelmesen bekanyarodunk, nem borogatjuk az árut, mert mindenki vár a sorához mellett. Első a biztonság. Okosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. Hú, baszki, leragadnak már a szemeim, nagyon álmos vagyok. Nem valószínű, hogy nagyon megyek tovább. Majd elválik. Hát én nem közösködök a többiekkel, lesz szoktam ide tenni a kerítés mellé, hogyha nagyon tele a parkoló, mert... Egy némely tud úgy megállni, hogy... tökön szúrod magad. Jó. Mindenki elfér tőlem, úgyhogy nincs itt. Gáz! Na, most csak egy kamerakép lesz. Csak az a GoPro. Annyi, hogy rámpára kell állni. Na, hátra sétálok, hogy szezánt árulj. Cső.
kis csáv. De Charlie, nem mondtam, melyik rájak rá. Akkor ráteszük arra, még szimpatikus. Én beteszem ide a Mitterbauer-es mellé, hogy... Azt ezek a DPD-sek, ezek úgy mennek, hallod, mintha nem lenne hónap. Kíváncsi vagyok, előbb-utóbb melyik fogja összetörni a másikat. Jaj! Múltkor feltűnően normálisan közlekedtek, gondolom ki lett osztva az ukász, hogy észnél lenni. Azóta megint nyomják, mint az őrült. Mondjuk mindenhol, nem csak itt benne a telephelyen. Na, kész. Is. Már közben másnap van. Itt akkor a hajtásban voltam, megint hajnali kettőkor keltem. Nem tudom hány száz kilométert, még a papírokat össze se írtam, csak mondom itt. Jelentkezek, de már rohadt fáradt vagyok, meg kimerült. Hú, meg hideg van. Na, a sztori. Elmentem a klasszikus helyre. Sűrű járunk oda, én is voltam már ott többször. Lerakottam, majd közlik, hogy rakjuk vissza az árut, mert nem ők veszik át, hanem el kell hoznom ide, ahol most vagyok. Zergebaszta utakom, Susnyásba. Igen. Susnyásba, tehát jól látod, a Susnyás. Oké, eljövök. És akkor itt vagyok benne a házak között. Sok minden nem fog visszaadni a kamera. Egy kis utcában vagyok bent egyébként. Ott vannak a lakóházak. Csak közben megfogjuk, mert a hideg van. Látod? Nem látod mi. Világosítok rajta. Így egy kicsit jobban látjátok, csak olyan szemcsés zajos a kép, mint az állat így. Hú, jó szar. Szóval itt egyben a lakóházak között. Úgy, ott fönn is vannak lakóházak. Mondta a fasz, hogy itt nyugodtan megállhatok, mert itt aztán senki nem fog zavarni. Itt maximum egy-két személyautó jön el, egyébként meg busz, meg teherautó, ilyesmi nem. Úgyhogy ja, itt van az ő autójuk. Igazából nem tudom, miért kellett nekem fölhozni a 13 raklapot, mert erre a szarra fölfért volna simán. És akkor hogy ilyen helyre így beszuszakoltam. Várjál. Tudok izét kapcsolni? Lámpát. Nem. Mi? Nem. Csak így világosítani a kamera képén. Remeg a kép, mi? Ja. Meg elől is vannak ilyen cuccok. Na, fölkapcsoltam a lámpát, a vakut. Szóval itt is van egy ilyen utánfutószerű cucc, így az orrom előtt. Meg az autó jobb elején, vagy bal elején, mert itt ilyen kőrakás. Megfagyok. Szóval így, itt, ja, itt meg így a fák, Susnyás, itt meg ilyen kőfal, nem tudom. Kicsit bizarr, de jó. Hát tudod, ugye azért elfértem, sikerült beszuszakolni a cuccot. Ja, itt végig itt vannak a fák, meg a bozótos. Ott meg lent. Ja, majd azt megmutatom később, amit ezt akartam, figyelni. Hát jó, ha végül is pont befért, nem? Teljesen korrekt. Itt talicskáztuk a faszival ezt a, hogy hívják ott? Utánfutót, és azért elfértem. Na, hát ez a lényeg. Ja, amit akartam mondani, hogy itt van ez a hülye kőfal, nem tudom minek, ilyen díszcucc. Hát nagyon látjátok, az a baj most már, meg azt viszont látjátok, hogy vannak benne ilyen ablakok csinálva. Na, várjál, most bemegyek ide a Susnyásba ahhoz. Na, kikapcsoltam a lámpát, és így az ablakon kinézve, itt a városnak a főutcája. Hát az olyan főutca, hogy
egy sáv. Na, mászok vissza a kutricába. Tehát ilyen 4 méter széles utca. Abból én vagyok 2,5 méter. És marad másfél méter. Ugye az autónak ezen az oldalán, a bal oldalán. Na most személyautó oké. Elfér, hát nincs ezzel baj. Aha. És amikor a busz jön, jó volt. Semmi baj nem volt ezzel. Elfértünk, persze, elfértünk. Meg amikor jött szembe a másik kamion, elfértünk, persze. Annyira nem mentem ám le a gányba, nem állt így az autó, ahogy az itt. 16 tonna még fent lévő rakománya. Á, semmi baj. Minden szart elviszünk. Öcsém, ez a Gebrüder, hallod? Vannak élmények, csinálják nekem a dolgot. Na, úgyhogy ez volt a csütörtök. Még egy lerakónak az áruja rajta van. Itt vagyok benne a házak között. Halsbrücke. Ha érdekel a falu neve, Halsbrücke. Halsbrücke, úgy van leírva. A cég nevét meg láttátok a másik kis autón. Na, ott vagyok bent. Pillantást vetni érdemes rá. Google képen, úgyse fogja visszaadni. Nem reklamálok, mert legalább tudod, csönd van. Tehát nem, hogy hűtős nincs a közelbe, vagy más kamion. Még személyautó sem jön ezen az utcán. Annyira csönd van. Sőt, még a fő utcán kint sem járnak nagyon az autók. Láttad, egy se jött, amíg ment a videó. Várjál, dobok a kályhára, figyelj! Hú, de zajos ez a képe. Na, mindjárt jobb. Ugye, itt ennyi. Na, most bocs, de tényleg ezt majd szombaton tegnapival együtt összevágom, azt akkor egybe főmegy, mert én nekem nincsen most már agyam ezt megvágni. Hajnali 2 óta fenn vagyok, 18-26. Holnap meg azért haza szeretnék érni, úgyhogy majd ha holnap is lesz valami, akkor fölveszem, jó? Na, mára jó éjszakát, azt majd akkor holnap a többi. Na, jó reggelt! Azóta jöttem arról a Csozef falusi lerakóról. Itt vagyok, szóval a harmadikra elmentem. A harmadik lerakó az a Prüsztelnél volt, az A4-es mellett. A Liechtensteini Geberitnek jött áru. Liechtenstein egy város Németországban az A4-es autópálya alatt. És ott van egy Geberit. Mutatom. Utána lehűltek ide, ahhoz a Geberithez, Liechtensteinbe rakodni, ahol itt vannak a prüsszeles autók. Akkor baszki, inkább erre találták volna ki azt, nem a második lerakómra, hanem erre a harmadikra, hogy akkor azt ne ott rakjam le, hanem hozzam le ide. Nem, nem, szopassuk az embert. Úgy vastagon, tényleg. A másodikat vigyük be a 20 tonnát a faluba. Úgy. Szerinted mennyire patkáztam meg az autót? Á, be se fért oda, ahol be kellett mennem. Úgy jött át a füvön. A 20 tonnával nincs is jobb dolga az embernek. Mindegy, igaz, tényleg. Amit meg tényleg el lehetett volna hozni máshová, azt nem hozzuk el máshová. Itt az épület másik felén van a Vareneingang, ugye az áruátvétel, a hozadat cuccot. Leraktam volna, átjövök ide ebbe az udvarba, ahol van a Varenausgang, ugye a kiszolgáltatás, azt akkor leraktam volna itt meg. Na mindegy, hagyjuk. Ez már nem jött össze. Vannak itt bajok rendesen. És most csak csávó a kis szarkupacával, mikor óhajt kijönni, mert ez kijött az előbb, hogy leáll a rámpáról, most leállt, azt eltűnt. De úgy jöttem ki, hogy menet közben meg lehetett volna műteni. Most ott áll és nézegelődik. Édes Istenem! Már csávó is áll az ablakban, azt nézeget, hogy miért nem megyek. Meg hogy ő miért nem megy el onnan. Ja, írjak már menetlevelet, he! Legalább az legyen rendben.
ide értem 8 órakor, fél 9-an és még mindig nem sikerült érni a lámpára. 124.583. Jöttünk, azt mondja, hogy 8 km évesen. Aztán átmegyek oda, amellé a falu mellé, ahol lerakottam. Ott fogok most felrakozni megint. Vicces. Elzavartam. Hú, lemerült az aksi. Te kiáll szünetet tartani, bazd meg a rámpán. Geht nicht. Nem fog az menni. Telefonálgatott meg, a tökön tudja mit csinált. Ez is ám eztán egy kurva nagy udvar, hallod? Marmari típusú találkozás ez a rámpára állás. Mindegy, ott már szarabb is ennél. Csak úgy mondjuk, hogy a Fullendorfi Geberitnél azért ott rendesen van hely rámpára állni, meg kacskaringózni, meg kacsázni, meg... Bööööö... Csipogja. Korrigálgatni. Aztán itt nem. Ne össze-vissza, oda menjünk csak be. Főleg, hogy jobbra-hátra kell betenni. Jó lesz, baszki! Beszarsz elsőre, rámegy jobbra-hátra! Hallod, ez önegyenes. Áll, mint Katiba a gyerek. Ögy! Felrakottam. Egy óra alatt 4 rakokot. Jó van. Sikerült ez a lényeg végül is. Meg mindig olyan álmosak, mint az állat. Több napi nem alvás, nem lehet kipihenni fél perc alatt. 4 nap alatt. Ez alvás olyan, hogy ezt nem tud pótolni. Ezt 200 méter múlva. Arról napon kell kipihenni. Aztán megigazítottam a rakoncákat, amiket összebarmolt a targoncásunk Fővárban. Rendezetten áll a pótkocsi. Ja, és akkor most megyünk a második felrakóra. Aztán kimatekoltam ám, hogy van ez. A második felrakóm, a második lerakóm második címének szomszédságában van. Ugye? Fuvarozás milyen egyszerű. Beülsz, aztán csak vezetsz. Aha. Azt hitted. Miért megy el lassan az autópálya? Megyetek, gyerekek. Nem megy lassan? Nem? Egy valaki ment lassan? Lehet, hogy ő lejön, ugye? Ó, jó, lejött. Oké, azt hittem, kezd beállni a pálya, mondom, akkor tökön szúrom magam. Nem kifejezetten jó érzésből. Elfogytatok? Oké, mert nekem kelleni fog az a sáv is. 200 most rámentem arra az érzékelőre. Juhú, gyerek! Nem baj, majd megoldják. Férnek. Fordulj balra. Ágyűd, nagyon szépen ágyűd. És akkor most megyünk. A másodikra, mondtam. Jó, nem baj. Értette ezt. Úgy megnézik az autót, ha jól is néz ki. Az a nagy büdös helyzet. Hát ezt az autót sajnálnám itt hagyni egyedül. Ki tudja, milyen ember ülne bele után. Szép lett! Hát... Fogjuk rá. Egy fokkal jobb. Azt hiszem megint takaríthatunk meg belőle az ablakot. Nem igaz? Mitől párásodik ez így ennyire? Belehelem! Éjszaka? Annyira büdös vagyok, hogy meglátszik a szagon, kicsapódik az ablak. Fú, hagyjuk is. Ez a tábla miért volt ekkora, ne kérdezd.
Fönn volt két városnév, alsó az Chemnitz volt, el volt felezve, az aljamigrés. Kerül még oda majd valami? Miért nem kerül már felezni? Épülni fog majd autópálya és ahhoz lesz. Jó, van, nem kell itt pocsékolni a fényszorókat, vagy izzókat, na, szépen úgy, legyen elég a nappali menetfény, vegyetek észre egy narancsárga hófehér kamiont napsütésben. Elég a nappali menetfény, nem? De nyissátok ki a szemeteket, aztán gondolkodjatok, hogy mit láttok. Ennyi. Na, majd megint valami akkor klasszik jövök. Újra itt vagyok a B101-en. Alig 3 órája jártam itt. Megyünk vissza le. Fordulj jobbra. Én megálltam, láttátok pontosan. Jé, tényleg itt egy trafi. Hát akkor ez villant bele a pofámba. Reggel. Sötétben nem láttam ezt a buzi fekete oszlopot. Ja, hogy 50-es tábla volt kint itt. Végig, az úgy kellemes. Az nem, 70-es, akkor 60 az jó volt. Akkor mi az a pátfaszát villogsz a pofámba? Hú, de kár lenne, hogyha most kidöntöttelek volna. De kár lett volna, érted? Na ugye itt meg 50-es tábla volt, azt ugye az volt fel, hogy tudom, ennyire szürke volt szemben, meg sütő pofámban. Nem tudom, nem is érdekel. A második felrakón, aztán igazából hogy onnan, hogy tól kezdve, hogy felrakottam, mehetek haza. Ugye annyi, hogy Köklárnban autót kell cserélni. És itt az Umlightunk, basszus! De jó! Fasza! Reggel innen jöttem ki balról. Most még már nem lehet arra elmenni. Hát még kurva nagy mázlim volt akkor ezek szerint. Az szép! Idejekorán elindultam, és kitudtam, hogy nem kellett próbálni a másik irányba. Faszom. Jaj, kivegy eszem a nap. Biosex. Esőveli nap szívén. Geberitnél könnyű állót raktak föl ide előre. Aztán, hogy ezeknél mit fognak rakni, nem tudom. Remélem, hogy valami nehéz alumínium darabokat. Már ugye elnéztem a céget fönti nézetből. Elég olyan volt, hogy ilyen nagy darab cuccok voltak ott az udvarban. De majd kiderül úgyis. Még nézelődjetek, milyen jó a táj. Ez nagyon szuper és tök jó. Milyen szép kis kocsi bejáró volt. Nem tudom, ez miért olyan szép, de én is miért akarok egyet újítani, ha odáig eljutottam. Két versenyző, remélem, hogy nem oda jönnek és nem kell rájuk várnom majd. Ha nem egyből tudok pakolászni, aztán tűzni haza a francba. Mégsem úgy alakult ez a hétvége, hogy kint legyek. Pedig úgy számoltam, hogy most kint leszek, azt akkor jövő hetet még lenyomjuk. És akkor azon a hétvégén nekem kint szarakodni. Jövő héten már valószínűleg csak egyetlen kör lesz. Úgyhogy az, hogy karácsonyig jönnek a napi videók, hát most ezzel a kétszer hajnali 2 órás keléssel és délután 4-5 óráig dolgozással, ez így keresztbe lett fosva. Milyen szép jégdarabok pötyögnek a tetődről. De én nem megy, de takarítottam.
meg, hogy jövő héten már csak nagyjából szerdáig, csütörtökig lesz dolgozásos di. Mondjuk, amíg oldalra hordja a tetőről, a szél nincsen baj. Szóval, hogy jövő héten csak úgy hétközepéig lesz nagyjából dolgozásos, de aztán már utána vége mindennek. Réha úton is jöttem, de csak 17-ig dolgoznak az jövő hét szerdán. Ötlenben is állítva, csak 17-ig dolgoznak, tehát hogy aki kín van, az már csak befele irányba jön. Kifele már nem indítanak 17-e után, nem tud. Na hát mindegy, mert én lerakodok hétfőn, 15-én? 16-án, nem is tudom, már ma van péntek, 13, szombat 14, vasárnap 15, akkor hétfő 16, akkor 17-e nem lehet szerda a kizárásos alapon. Na itt most mi van? Most itt... Oké, itt van a policáj. Na és akkor mi van? Ezért bele kell állni a fékbe és lefékezni 30-ra. Volt 30-as távol, csak én nem láttam. Mennyire azért ki vagyok fáradva. Az, hogy balra 16-nál bekanyarodni tilos, az oké, ezt láttam. De 30 nem volt meg. Nem. Megmondom én neked, azt mondja, hogy jövő héten, péntek, 13-17-e, az kedd. Kedden indítanak. Engem még elindítanak egy körre, azt kész. Pottenbrumba fogom lerakni ezt a négy rendlapot, amit most ott fölrögtök a geberítni, akkor szerintem onnan Pottenbrumból hozok árut, vagy viszek majd árut. Pullendorfba, az ottani geberithez, aztán onnan vissza. Aztán nagyjából ennyi. Viszket az orrom. Így a tegnap már idegesebb, már nem tudok lenni szerintem idén. Visszarakották a 11 tonna követ. Gondolkoztam, elszorítom a nyakát valamelyik nevelős maniferre, de nem, ugyanint kapnék értem, te valami esetben belér. Itt tényleg lehet parkolni, de ezt majd elmentjük akkor itt szépen. Ja, tehát parkolókat nem fog megosztani, ipari parkokat, meg mit tudom én, ilyen helyeket. Ez felejtős, gyerekek. Én elhiszem, hogy akkor most köcsög vagyok, meg stb. Nem érdekel. Európa jelenleg olyan helyzetben van, hogy a parkolóért vérre menő harcok folynak. Valaki talál, akkor talál, maximum barátokkal, kollégákkal megosztom, aztán nagyjából ennyi, és itt kifújt. Ja, ezt néztem, ezért nem vagyok. Egy kilométer múlva felnézetből, aha, tudom, hol vagyok akkor. Csak én mennék arrébb a szomorúgó nyakad. Te is lejjebb húzódnál. Nem látszik valami kémény, oda megyünk, jobbra bent. Iroda ház, hogy miért a köb. Nem tudom, mindegy, befordulunk, az kiderül. Úgyhogy nem osztok meg parkolókat, csak barátokkal, ismerősökkel kész. Velük is csak akkor, hogyha nem adják tovább idegennek. Pa, hatos tábla. És itt kéne nekem befordulnom? Fordulj jobbra. Itt, ezt mutatja. Fordulj balra. Szép házak. Én a táblán nem láttam, hogy ez a cég erre lett volna, vagy hogy teherautós tiltás lett volna. Aztán lehet, hogy volt, és majd kiderül, amikor ott vagyok. Ugye ez gáz, vagy sem. 200 méter múlva, fordulj balra. Busszal lehet átmenni a vasúti átjáron, az konkrét. Fordulj balra. Alfix, itt van, hát akkor gyerekek. Teljesen jó helyen járok. 400 méter múlva fordulj balra. Te hol? Iiii, baszki!
Az majdnem leért az. Mi az anyádért mentette fel a járdára? Mi baja van ennek? Tesz megy tovább a járdán. Ez bolond. 200 méter múlva. Meg vagy te marva? Na, azt mondja, Mitarbeiter jobbra, Anlieferung, Besucher, Abholung. Balra. Személyautós parkoló. Oké, Vágesz. Ez egy foci pálya. Orbánnál föl. Csókolom, ide tetszik még ma érni? De nagyon be volt ez zoomolva. Azt itt most mi az anyátok van? Mondjuk én nem megyek oda, mert innen egyszerűbben kanyarodok bármerre. Nekünk itt kell bejelentkezni? Aha, be is tudok itt is. Aha. Így, sőr. Azt mondták, várjak az autóban, de figyelj csak! Végre egy cég, ahol a német mellett még magyarul van kiírva. Nem tudom, mennyire látjátok így a izétől, napfénytől, meg a mocskos ablaktól. Így talál jobban, de hát olyan dzsuvás az ablak megint, hogy nem lehet rendesen látni. Na, ilyet se láttam még, basszus kulcs. Hogy a német mellett magyarul legyen kiírva. Zoom, 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 zoom. Jó. Aj, visszahúzom a gatyát. Ugye, cibálok magamra kabátot. Gross sírma. 124,657. 657. Ez az éjségtől már úgy remegek, hogy nem egyszer nem bírok írni. 10 órakor értünk ide. Szuper. Átértem Csehországba, itt Krasnyilesnél, Dresda alatt vagyok, Prága fölött, még jóval. Odalent sütött a nap, hallod? Itt fönn mínusz egy van. Totál szélvihar. Mármint úgy fent, hogy magasságra. Térképen alatta vagyok Dresdának, de magasságra jóval fölötte. Hát itt megfagy. De úgy nagyon durván el van fagyva minden, pedig csak mondjuk szennyi csomó nézőjelbe. Van, aki már ettől sírni tud. Én imádom. Szép fehér táj. Mint az LKV. Ja, oda néz, fönn a tábla, az is izé fehérre van teljesebben fagyva. Hát a szél, a jobb széle nem. Amúgy igen, el volt fagyva még itt a pálya fölött az a kijelző cucc is. Semmi közepén vagy itt tényleg. Szeretem ezt a vidéket. Ugye ide parkolót fogtok építeni. Nagyon-nagyon ajánlom és remélem. Úgy se. Igen, most nagyobb a menet cél, tudom, mert szemből kapom a szemet. Ő lesz, oda néz. Elfáradt már látom. Ja, megyek hazafele. Annyi, hogy pöklán van autót kicserélni. Szajrét meg majd hétfőn 11:20-kor kell leraknom. Gyerek, ha hallod? Azt mondják a felrakon, ó, tudsz izé sokáig aludni. Nem jó, köszi. Te bátya, nem hajtasz föl? Gázpedál? Inkább megvárod, hogy elmenjek. Jó, van én is. Jobban szeretem az ilyet. 80. Óra imádlak titeket. Ugye csehű valami karattyolni fog. Fékezzük meg 80-ra. Az alagot az olyan, mint a vonat fintyője hosszú. Ó, oh, milyen jók a fények, te! Na jó, mondjuk szívjuk, az biztos. Nincs leálló sávse. Sávse. Sávse, sávse. Az amit a csehül mondtam volna valamit, pedig nem tudok csehül. Most azt hittek, hogy ilyen. Köszönöm. Kidobjuk egy jó napot. A viszlát az nem tudom, a cső. Szavasz.
arcba! Miért nyúlik a pofám ennyire? Kéne alukálni. Kicsit többet. Lesz vagy 6 óra, mire beérek Pöcslánba. Onnan még mire hazaérek este 10. Talán kevés őrült lesz már az utakon. Valami gány is van a szemembe, mert belefújt ez a rohadt szél. A szelet már nem szeretem. Főleg, hogyha jeges. Az idő legyen száraz, meg csöndes, széltelen. És itt a gyönyörű csetáj. Szüntük elé tárul. Szeretem ezt a vidéket. Másfele nagyon nem is tudtam járni. Egyéb iránt hozzáteszem, mondom, tehát arra Osztrava felé. Egyszer voltam, amikor egyszer mentem a lengyelekhez Varsóba. Fuda egy környék az már. Már a Vadkelet. Maradjuk ennyibe. Nem volt hozzá túl szív, ugye. Hát nem volt rossz, csak tényleg olyan kellett. Ugye el voltam azért, meg ott szerettek, hiába voltam Váberes-es autóval, azért szerettek, mert magyar ember voltam. Kérdezték, magyar vagy? Mondom, magyar én. Akkor nem román? Mondom, nem, azért Váberes-nél nem csak románok vannak, ukránok, én magyar is. Hát itt gyerekeim az urban, mi történt? Éppen igényesen gurgulászok lefele 90-nál. Többen mentek, az se baj. Ez egy jó hosszú lejtő. Még nézzétek a tájat, a lejtőn, a tájat. Na, de ez akkor az itt tetszik, nem ez a izé mindenkinek. Ez a megoldás, ez a kép a képben. Látok igényesen előre, látjátok a fejemet is. Még ha nem is olyan nagyba. Elég az, nem? Csak az a izé vicc, hogy az a GoPro hiába 1080p, szerintem sokkal rosszabb a képminősége, mint ennek. A tesztgén előre, azt meg facecamnak. Hát ezt így tudom megoldani. Így a legjobb, tisztább. Tudnám is, hogy ez autópálya mérnökség, nem? Fogadjuk. Vagy az alagútnak valami izé... Nem tudom, vagy valami cég. Tudom, az autópályakezelő is egy cég, de nem úgy, hanem a termelést folytató cég. Érteztem szóba. Ó, bátya, te ott fönt. Ki vagy a mennyekben. Mögém nézve majd septiben. Szerintem semmit nem hallottok ettől a rohadt szélzajtól. Na ne! Torlódás! A múltkor is mondjuk villogott, az nem volt semmi. Gyerekek, mire ide fölértem csütörtökön, tegnap. Vagy 4 dugót álltam végig Csehországban, én már azt hittem tökön szurom magam. Prága az totál letérdelt. Aztán még itt a D8-on is így. Hát mondom, nem igaz, sose érünk be az étrezdába. Hozd, mindegy, érted. Szavakat, mint pazseválok. Mert mindenki veszi meg a csematricát. Öröm bóroddá. Az igen, öcsém, te meg jönnél vissza pályára lehajtóról.
Hát, szép mozdulat. Hogy ezért van itt torlódás, mert hogy itt ilyen sokan autóznak, jönnek, parkolnak, mennek. Egy kicsit lendületesebben menjünk lefele. Szeretem ezt a vidéket, olyan csöndes, nyugodt. A forgalom sem csönd megy. Van még valami érdekes? Megyünk az autópályára. És most, mint látjátok, már leértem, úgyhogy már a vidék is elmúlt. Majd a táj. Az múlt el. Ba is van, csak nem látszik, mert nem vagyunk benne. Nem fölötte magasan. Jó van, jármű sebesség túl magas. Majd megfékezek. Ugye? Okos. Itt vagyok a cseheknél a 3-as főúton, már megyek lefele Prágától. České Budějovice Linz irányába. Még közelebb vagyunk Prágához, vagyok Prágához, mint České Budějovicéhez. Azt itt szarakodunk, hallod. Gépügyderes autó volt. Mi az, mint České Budějovicében? Karácsonyfának való fenyők. Biztos innen hozzá Jézuska. Hát jó van. Opel Agila. Tiszta vagoner. Emeroz. Mikor eszembe jutott, hogy bekapcsolhatnám a kamerát, akkor még pont jó haladtunk. Erre beértünk ide a faluba. Azt megállt a tudomány. Hogy a faluba ötve nem megyünk, de hogy amikor beértünk, akkor miért mentünk 22-vel, azt nem tudom. Vagy 19, nem mondtam meg. Úgy, úgy lehető a barátunk. Előttem ez a kék Skoda, ez meg úgy ment az előbb. Hát ugdöst az órát, nem tudtam, mit csináljon. Szélesedett az út kétszer kétsávosra, vagyis kétsávosra, tudod, mert kapaszkodósáv a kamionoknak. Most a butánnál van egy csinál, úgyhogy megállsz. Azt akkor is alig bírt fölmenni mellettem a dombon. Na, mi van veled, mondom, nem igaz. Ez volt olyan sietős. Na, hát így látjátok, azért szépen igényesen haladok magamnak előre. Gyessen a kossam. Na, ez az új cucc, ez mi? Sebességmérő? Reméljük, még nem mér. Az a fele irányba sosem mérjen. Aki fele irányba nem érnek el, akkor nincs baj. Csak az a fele. Na, látod, ez is hiába főút, akkor is jó széles. Elférünk. Haladunk, megyünk. Személyautósok előznek, amikor és ahol tudnak. Ezt ennyi. A vidék szép. Szeretem. Cseh nyelven kívül más nyelven megszólalni nem nagyon akarnak, azt a kurvára nem szeretem. Mondjuk. De mindegy. Mehettek felei. Javeljatok elfele. Azaz. Úgy, hogy... Ők aztán biztos 90-nel mennek. Mi megyünk 90-nel, basszus. Ezek meg úgy itt hagynak, mint a sic. A hűtőben most valami megint elkezdett kattyogni, csattyogni, pukkogni. Nem tudom, mi az Isten baja van. Azt elfelejtett hűteni. Elfelejtette, hogy az lenne a dolga, hogy hidegen tartsa a kaját benne. Már 13. Kurva jó, most még ezt nem menjen tönkre, hallod.
utolsó héten az lesz a legjobb, ha ott fogok szopni egy szervizbe, ha egyáltalán fogadnak. Gyere fő bátyja, jöhetsz, ne ocsmány felnépult, te jó Isten. Havas volt az óra! Ne bosszál ki velem! Nem akarok még így az utolsó pár kilométeren még láncolni is. Itt a hegyekbe. Fú, akkor de rohadt ideges leszek. Hülye vagy? Pólóba? Nem, szóval izé. Hol tartottam? Fingom sincs már. Ja, az utak minősége. Hát gyerekek, a prágai elkerülő. Hát ezt ne nevezzük elkerülőnek, ami éjszakon van meg. Délnyugaton? Nem, délkeleten. Azt a szart inkább ne nevezzük elkerülőnek. Elkerülője csak keleten van, meg délen. Azt ennyi a nullás neki, amit megépített. Se több, se kevesebb. Itt kim van a 3-as E55-ös főút táblája alatt a sárga M betű, az mi ez a fizetést jelent? Fizetős lesz az út? Ma út? Az az M betű? Azt hiszem azt jelölik ezzel a sárga M betűvel, ezek a sárga alapon fekete M, bocsánat, szakszerűek legyek. Szakszerű legyek, nem tudok beszélni, adjál békén. Sok volt ez a hét már. Nagyon, nagyon sok és hosszú. Azt jelöli? Akkor elvileg zsátva húzva, akkor még nem fizetős? Tehát kihúzhatnám simán a cseboxot? Bár nem húzom ki, mert mindjárt úgyis átérünk a lényegre. A D3-as autópályára. Vagyis hát a meglévő szakaszára. Szépen lassan, fokozatosan építgeti. Na, utolért az ocsmány felnéjével. Leviszi az autót előre. Ez elvileg ez a D3-as, ez nem ezen a 3-as útvonalán fog végigmenni, hanem néztem térképet, valahova délre, Prága alá, nullásra akarja becsatlakoztatni. Úúúú, gyerekek! Szép lesz. Főjünk a D3-ason, és akkor utána meg... a nulláson menjünk visszafele, hogy el tudjuk menni éjszaknak. Mert a 7-es felé nem lehet elmenni, a D8-asra. Amikor a 16-os főúton. Ha csak ott nem. Arra néz. Mint a izé. Tükörölcsém olyan. Reméljük, hogy tükörjék nincsen, mert minusz egy fokkal. Gurul ez. 103. 100. 95, 90. És látod, megurul mindenki, de nem tudom, meg jönnek mögöttem is, mert tolnának lefele. Faszki. Ezek állatok, hallod? Nem pöcsölünk. De németek nincs. 60-nal figyegünk. Éttesi 80-a megengedett, 90-nél át se bagóznak. Hát azért 100-nál már lehet, hogy meglincselnének. Hogy alapvetően nincs ezzel gond. Azt mondtam, nincs ezzel gond. Szép. Nincs ezzel gond. Ha most kicsúszna az autó és balra leborulnék. Ja, nem is megy! Így lejt lefele. Hát akkor... nem, esnék nagyot. Hopp, itt ez a 60-as nagyon elpillett ez a tábla. Gyerek! Nagyon elpillett. Tehát mikor jöttem kifele, itt volt egy baleset. Mindjárt lesz jobbra egy izé, ilyen félreállós pihenőhely. Frontálisan ütköztek. Ezt itt másfél órán keresztül itt álltunk.
Hát nem itt, én onnan jöttem, ugye ott, hogy onnan álltunk. Itt, ugye talán látszani is fog a sárgás-barnás homokozás itt az úton. Itt volt, hát már most az eső. Jó, jó, fékezzünk lassan. Ja, beértünk Milicsimbe. És hallottam, van az áthúzott sárga. Az tudja, a fizetésre megy. Re van. Úgy mondom akkor. Merenyi Riklosti. Kelljen ezt akárhogy is mondani. Gyerekek, 50, mi a faszom, én megyünk 35-tel. Édes jó Istenem, hallod. Azért nem harapám az a trafipax. Nem esz meg. Ó, baszki, gyalogos a környékben nincsen, de azért megyünk 35-te, hallod. Neked aztán érdemes volt előzni a Dacia sort. Itt meg meglengeti 60-nal. Csak az a baj, hogy ez nem egy trafi volt, hanem két trafi, és a kettő között átlagsebességet mérnek. Megálltam volna a Peugeot-nak, aki tudjon tőle, de emelkedő biztos. Isten, hogy nem. Gyertek, bátyák, mert meg vagytok bolondulva itt mögöttem. Teljesen? Gyere, te is még az Octavia, elmegy. Belefér, azaz, kiadja. Belefér, kicsit rohad ez az Octavia, de ez nem számít. Hát a csineked már nem fog beleférni. Mindjárt D3, másfél kilométer, és autópálya, akkor viszont kikapcsolom majd, mert autópálya megint mit tolassam. Mondjuk lesz érdekes dolog, azt megmutatom, hallod? Ezt érdemes lesz megnézni. Ugye kétszer két sáv van, és át vagyunk terelve a másik oldalra, mert ezen az oldalon van valamilyen felhajtó. Benn a sávban. És nézd meg, most ott megy előttünk 80-nal ez a szar, ahelyett, hogy maradt volna a helyén a hátunk mögött. Ez föltart minket. Mert ő is menne a cseh-fiú előttem. Szavazik, szállingózik a hó. Hó volt, hó nem volt. Söp. És a hármas főút megy egyenesen, vagyis hát így jobbra le, de fizikailag egyenesen. Most nézd meg ott is vissza az anyját. Látott egy 70-es táblát és lefékez a gyökér 50-re, baszki. Édes Istenem! Na és innentől autópálya, mint látjátok bal oldalon, ott már ki van építve az a sáv. Az ellentétes oldali. Itt meg megyünk szépen, igényesen magunknak előre. Most autópálya! Na és ezt a benzinkutat, ami itt van, ezt úgy nézzétek meg, hogy ezen kívül nincs más benzinkut. Ez az egy van. Na, az a nyomorult meg megtalálta a gázpedált a szarjába. Jó van. Úgy látszik, a tranzitokat még gázpedállal gyártják. Jó ezt tudni. Újra se van. Majd nem. Majd nem. Hát ez amilyen szokott lenni, ahhoz képest üres. Mi van, bátyád, te is mentél, nyomtad tiportad neki, ezt most meg már nem megy a mal. Gyerekek, sose érek haza. Azt majd ne kérdezz, miért recseg a tető.
Egyszer Ausztriában akkora tornádó volt, akkora szél volt, mert nem mit épít. Nem köder ott van. Hogy feltépte az ablakot, a tetőablakot kinyitotta. Aztán azóta izé, így recsereg, recsebb ropog. Hát jó van tesó, akkor itt vagy meg, hogyha nem akarsz menni. Nekem vannak ilyen hazaérős igényeim. Ó, milyen jó fel, még lassít is. Mondjuk én meg beengedtem, amikor az autószállítót kellett előzzük. Mert emelkedő nagyon meglassult, aztán nem tudott volna előzni. Kösz. Köszi bátya, jó arc vagy. Na, ezért bírom a cseheket. Ezekkel szót lehet érteni, ezek jó fejek. Izombó. Megköszönjük neki. Oszt, tekerünk izombú előre magunknak, szépen igényesen, és egyre jobban szállingozik a hó, meg egyre beljebb van borulva a felhősödés. Autó Kelly. Kelly se francnak ilyen. Tudom, hol van az a szar, amit mutatni akarok. Nincs messze, azt tudom. Látnám a kilométer szelvint, hogy hol járunk. A 78-as, 79-es között van az a kókány. Legyen az akármi is, nem tudom minek nevezni azt. Legyen sávelhúzás. Jaj, viszketek. Fürdeni kéne, nem? Mossa az, aki lustag akar. Ah, ott viszi a Jézuska a Hyundai tetején a karácsonyfára, nézz. Azt nem mondta, hogy nem a Jézuska hozza, mert lemegyek hétba mindjárt. Kukulán van még, nem megittem. A francban. És ránéztem, aztán megszomjaztam. Szerintem itt lesz lassan most már. 16 perce megy ez a snitt. Jó. Nem baj, van időtök, nem? Ott majd lent a hármas főút. Ahelyett van már itt megépítve. Itt. Ugye kis Ádám volt ez, hogy volt az rendőrös ellenőrzés? Itt. Ellenőrzés van, vagy mit tegyünk, valami ilyesmi volt. Ez kurva jó. Itt. Vizsga van. Na, ez lesz az. Gurgulászunk lefele Jóskán, mert... nem, ez még csak a hét. Na jó, majd akkor később bekapcsolom. Érkezünk az ominózus helyszínhez. Jó hosszan egyébként meg lett építve. Onnantól most már Csesze-Budajovicéig végig megvan a D3-as, fixen összefüggően, a lenti részeket is megépítette, elkészült vele, valamelyik héten. És itt van az útszőkület, és úgyhogy most már lehet haladni, csak ez az egy szar van benne, amit nem tudom, hogy ezzel mit akar majd csinálni. Számomra érthetetlen, hogy ez... mi akar lenni, vagy mi akart lenni korábban, és miért van itt hagyva. Hát ott van szemben, nézd meg, az a földkupac. Ott. Na most ez a jobb oldalon ez mi? Ja, nem földkupac, bocs, ott nincsen út. Nincs aszfalt, itt van aszfalt, itt meg van ilyen bekötőút, és semmi közepéről. Nem volt aszfalt, azt itt meg megint van autópálya rész, de föl sincs vonalazva. Látszata sincs, hogy esetleg valamit akarna vele kezdeni. Úgy imádom, hogy 80-as sebességkorlátozáson és itt szarakodtok előttem 70-nel, 60-nal. Ezért ezt nem kellett előznetek tényleg. Úgyhogy ez nem tudom, mi akar lenni, de úgy nem is nagyon úgy néz ki, mint amit meg akarnak csinálni, vagy akarna vele kezdeni valamit.
Na mindegy. Tábornál van ez a hely egyébként, ha akarjátok nézni Google-képen. Nem tudom, hogy egyébként ott mit fogtok látni, mert én még nem néztem meg azon ezt a darab szart, nem tudom minek nevezni, mert ez idem autópálya. Hát mindegy. Majd készül, nem? Van idő. Egyébként itt Csehországban sem nagyon akarnak készülni az autópályák. A szlovénok nem pöcsöltek, meg a horvátok fogtak. Pst! Így lehúzták pár év alatt az autópályáikat, aztán kész. A maradék még épülget, meg szépülget, aztán ennyi. De behálózták pikpak az országot autópályában, nem szaladottak. Itt meg baszki olyan nehezen megy, hogy nem igaz. Arra a lengyelek felé fönt, Ostrava környékén. Ott aztán mennek az építkezések, Ostrava. De itt erre mondjuk Ausztria felé, ahol még gazdaság is van. Erre nem. Erre nem. Jó, befoghatom a számot, mert legalább meg van építve a DH-os. Végül is ez a Lejuviceig legalább. Öröm bordott, de mondjuk Prágától érhetne egészen az osztrák határig. Az osztrák majdnem megépítette már ő is a határig. Csak úgy volt vele, hogy akkor leáll, hogyha a Freistadtnál befejezi, hogyha a csehek nem építik. De egyébként tényleg a DH-os itt csinálja most már Cseszkebude-Jubicére az elkerülőt. Meg kicsit lejjebb is folytatódik. Most nagy építkezésekben van. A sok cseh barát. Fizetünk is az autópályáért keményen. Van mi bű. Építsen, van mi bű. Biztos, hogy az Unió itt is ad rá lóvét. Skase. Építsen, van mi bű. Ezt a videót meg én úgy gondolom, hogy nem is a laptopon vágom meg, hanem majd otthon, ahogy is szombat reggel fogom megvágni, aztán fötöltöm. És akkor szombat délután, délután valahogy így már nézhetitek. És osztja! Csak még előbb ma érjek haza. Már 174 km is benn vagyok a telepen. Csak érjünk át Cseszkebude-Jubicén. Ó, gyere le, jó Isten, az lesz szép mutatvány ilyenkor. Főleg, hogy elkezdett esni a hó. Bele, oda néz! Belementünk. Szépen, alaposan. Úgy essé, öcsém, hogy nem látszolok. Úgy essé nekem. Esik a hó! A decemberi gyerek, mit szeressen? 40 fokot? Ne, a francba, baba. Hú, ezt szeretjük. Hú. Egy fok, meg hó. Gebrideles volt, furgonos csávó. Ó, de nézz! Ember nincs a környékemen, ehhez szembe sem nem érdeke. És havazik! Uhú. Örülök, mint a gyerek a legónak. Nem tudom, miért pont ezt mondtam, de annak szoktak örülni. Na, ez a jó december. Szünnyapomon is esetet volna. Na nem esett, nem baj. Most legalább bepótolja. Átjétek később! De legalább esik. Na már kisüt a nap. Húzza innen. Volt rá egy egész nyarad. Nézd meg ott jobb oldalon, meg mindjárt kivilágosodik. Nem fordítom oda a kamerát, mert látjátok a GoPro-val is. Nagyjából. Mindjárt innen. Te van, ez most nem a te időszakod. Oh. Kicsit eljebb állt. De azért még megy. Jó, még működik. Még működik a hó. Na, autópályázok még jó sokáig, úgyhogy majd jövök. Na és eddig tartott a D3. Itt van ez a Budejovice.
Ó, Skodás gyerek még azt hitte, hogy be tud jönni ide. Öcsi, beszoptad? Na, azt itt a körforgalom alatt fölött. Ez érdekes a körforgalom, mert ez a része itt megy fölül. A körforgalomnak a hátsó része már az autópálya alatt megy. Ez egy ilyen érdekes, vicces körforgalom. Na mindegy, szóval arra meg úgy meg van csinálva ez a kereszteződés, de arra tovább nincs is megépítve az autópálya. Egyszer hajdanában, Danában elkezdte. Ja, de ott nézem. Van ott építkezés, jó van. Akkor folytatja. Megígértem ezt nektek, ezt a várost, akkor legyen megmutatom. Meg akkor most már legyen jó hosszú videó. Nem biztos, hogy végigpofázni fog, mert nagyon nincs mire. Még a városon sincs nagyon sok mindent. Mit nézni? De legyen itt városi közlekedés is egy kevés, mert ez mindig olyan kevés van, azt mondjátok. És miért fékezünk a 6 km-re lévő körforgalomhoz? Fú, gyerekek! Mi lesz még itt? De én azt a Volvo-t ezzel a pótkocsival nem megelőztem már az előbb? Vagy ez valami kollégája lesz mi? Öcsém, b***g! Ez hihetetlen, hallod. Még ebben olyan beleszólásom nem volt, ez elrendezett mindent. Egy pillanatra belenézek a közé visszapillantóba, és már megállunk. Csak tudnám, a faszomért, mikor ez a sáv, ez nekünk van kialakítva. Majd megáll a belső, ha ki akar sorolni. Nekünk van itt elsőség. Istenem, baszki, itthon van, azt a saját közét nem tudja használni. Vagy egyszer valamikor járt erre, amikor még nem ilyen volt ez a körforgalom, aztán már nem tudja fölfogni a sávokat. Júj, kanyarodik ez a szal is. Na, mit mondtam? Trolli garázs, ugye valahol itt van? A trolli garázs. Ez egy kurva közérdekű információ. De nagyon messze van még ez a telephely. Édes jó Istenem! De nagyon messze vagyunk még. Figyelj, fönn a két ember, dudáljak egyet? Jó, beszárjanak! Ó, mit gyerek, te is bátyja! Gyere! Gyere már! Hát baszki, nem igaz! Ó, Szivi! Ó, te fiú, mi van ebbe az irányba? Ó! Jó, gyerek! Hogy nem sikerült ezt a D3-ast azzal kezdeni, hogy ezt a városi elkerülőt megcsinálják, azt nem tudom. Normális a fejeken azért úgy szokták. Jajjaj! Hát ott már turpisság van. Ott már valami gány van. Meg gödör. Ja, az út is gondolom. Szép. Összetöröd azt a szegény mont. Meg azt a sok sáv. Két sáv kanyarodik itt balra. Hát most egy lesz belőle. Ott egyébként is egy kurva jó elfordulni balra. Annyi helyet csinált, hogy nem igaz. Fú, baszki, tükörből nézni is rossz azt, hogy a kamion ott elfordult. Az autószállító, vagy valami olyan súlyú.
Aztán most ugye a belsőből ki kell egyen soroljon, és onnan tud elfordulni balra. Jó. De örülök, hogy nem én megyek most arra. Aztán nem kizárt, hogy még itt is lesz valami szuper dolog. Hűha, terelőtábla miért van kint? Az a narancssárga. Eddig is kint volt, csak én nem vettem észre. Már rutinból megyek erre. Megszokásból. Ja, ott van Nad, 6 tonna, 6 tonnától. Fölfele. Linz egyenesen tovább. Hát jó, ezt tudtuk. De hát minden máshol, látott a kék táblán ott van, hogy a 6 tonnával balra bekanyarod, de tilos ugye a belváros fele. Amíg a GPS arra is vinne. De hát a személyautós ez a Waze. Vazze. Vagy sokan mondják, vazze. Ott a trolibusz, megy a garázsba. A többiek nem tudják. Hát ezt a forgalmat, amit itt csináltok, azt röhögöm. Ez folyékony volt? Kellően. Fú, baszki. Tegnap reggel itt Cseszkebudai utcában. Még gyér volt a forgalom, annyira korán volt. Ugye a cseheknél hogy vannak a lámpák? Van kétszer két sáv, meg harmadikként egy balra kanyarodó. Igen ám. De a harmadik balra kanyarodó sávnak a lámpája itt is itt van fönt. A jobb kezednél, ahol elvileg normális helyen mondjuk nálunk, csak egyenesen lehet menni. Vagy csak egyenesen menni, meg a jobbra a kanyarodónak a lámpája van fönn, de ugye a megfelelő oldalon. Na, hát itt látom ugye a szemem sarkából, hogy ződött a lámpa, meg elindul mellettem valaki. Jó, akkor elindulok. Aha. A balra kanyarodónak ledződ, én meg elindultam, baszki. Aztán kereszteződés közepén nézem, hogy mondom, hát ott van egymás mellett a kettő. Kereszteződés közepén nézem, hogy mondom, az elfordult, aki meg mellettem át közvetlenül, az meg ott maradt. Nem fasz, akkor átmentem a piroson. Jó, ezek a lámpák itt teljesen. Én azt mondom, korrekt, nincs ezzel baj. Nem tévesztő meg az a lényeg. A legkevésbé sem. De régen szakadtál már, te fostoricska. Azt mondtam, hűtőnek a legújabb hóbortja, hogy éppen nem akar hűteni? Hűteni. Szépen hűteni, 12 fokban. Na, legalább vissza tudom tenni az ágyat, hogy fölhúzni azt a tököm tudja mit. Mert az valamiért lent maradt. Kereszteződés közepén fölkelek. Anyádat, basz, te fos. Istenem, te ez a felső ágy. Mit néztek? Miért nem állhatok fel a kocsiba, hogy mi van? Itt azért már nincs kamionotok, csak ilyen kis pöcsköszörű tök, és nem tudtok abba fölállni. Na, babám, elkanyarodsz még ma? Na, sikerült. Úgyhogy mindenki úgy kanyarodott, hogy neked jó legyen, de azért nem baj. Láttad, ott állt a kereszteződés közepén a cső. Jó van. Na, még balra valaki? Nem, jövünk. És oda néz, milyen szép üres az út volt eddig. És már jött belé. Meg a másik hülye is. De a 70-et egyik se tartja ám, baszki. De azért be kellett jönniük elém. Jó van, B kategória. Ész, meg egy vödör mész. Na, ő megy. Tessék.
tudja, hogyan kell közlekedni. Kiállok ide a szélére. Aztán a többiek meg ott elférnek. Na, úgyis olyan gyér ideig van zöld, hogy mire itt mi elfordulunk, balra testvéreim, addigra a nap lemegy. Elengedsz végre? Ó, Istenem, ez az elektronikus kézifékte. Hol ki ott, hol nem. Ezen én már nem megyek át. Bár meg lehetett volna ódani, de ugye mondtam, hogy itt ilyen gyökérű van zöld. Hána mindegy! Onnan is jön egy daf, és tiszta havas az eleje. Mindjárt beér a GoPro-nak látómezejébe. Azt megnézhetitek meg. Mögötte a Merci is tiszta havas, az Jézusom! A daf még egész istenes. De a Merci! Hát te úgy jött, hogy a havad bátya. Gyerek! De szép hús! Jaj, viszket minden órom. És... rajt. Felkészülni. Ja, nem most onnan jönnek. Jaj, mondtam én, hogy itt gyérű van zöld, hogy... bászarsz. És amit nem szabad, ugye, hogy hát a kikanyarodás után a belső sávba kéne érkezni, de hát kamionnal ez... vannak a szabályok és van az élet. Hozzad a fiss, de szép havas. A man az annyira nem, az már felolvott. Azt hiszem arra jobban elkatta a fiúkat a hó, a gépszi. Már az engem fog előbb-utóbb. És megálltak, és zöld. Hogy akik mögöttem jönnek, azok egyből tehessék be nekem a belső sávba, aztán hadd haladjanak, ők gyorsabban gyorsulnak, mint én. Hát ahogy elnézem, annyira mégsem. És 70. Az a baj, hogy a belvárosban nem megyünk be. Mármint egy videó szempontjából, nektek nézegelődés szempontjából baj. Nekem annyira nem. Én annyira nem bánom. Jaj, a bácsi volt a zombiba, várjál, mert ez meg lassan megy. Mögöttem a Skoda, meg izom búgyűn. Mennyire klapja van. Szedjünk már le belőle. Nem kell a klap, minek. Még elkanyarodik ez a kurva fényképezőgép. Hál' Istennek legalább itt ezt a kereszteződést már megcsinálta. Másik is leesik. Lassan előbb-utóbb biztos. Ó, te fiú! Azért még bevág elém a gyökér. Kicsit ráparkolunk, hogy érezz a törődést. Az ostobenkó. Na de mindegy. Sose érek haza. Szép forgalom, mi? Fú, te az a busz, hogy néz ki. Azt a jó eget.
körbe volt dekorálva rendesen. Na, tudtam, kiveszem üresbe, akkor elindulunk. Ez a parkoló? Már tele van, mi? Jézusom, alig férnek be. Egy... De nem, hülye, hát még ott vannak, a halszákában még volt egy hely. Meg itt is üres még. Akkor miért állnak ott egymás egy ilyen hátán orba szájba? Most dudálni egyet, ezt ilyettük be, ugranak egyet. Még az nem jó, akkor rám ugranak. Na, itt balra befele lenne a belváros, vagy hogy mondjam. Egyenesen? És mi megyünk le jobbra? Nézzük, van kérdése. Legyen egyenesen. Sportovni hala? Oké. És ez itt klasszikusan beszokott állni. Na, váltsa már vissza! Nézd már! Jó hosszú felvét, már most 17 perc megy. Az igen, öcsém. Legalább remélem én is, hogy milyen gyorsan tudok átérni ezen a szupervároson. Gyárek! Izgalmas, mi? Bocs, hozzátartozik. Ülj csak végig, üljed végig. Üljed csak. Na, mentek már. Van előle körforgalom, meg ott megint vannak bevásárló cuccok. Aztán az kicsit nehezen engedi át a forgalmatot. De mondjuk, hogyha nem mindenki rögtön azonnal az áruvonalon akarna fölmenni, hanem végigmenne ezen a rohadt sávon, akkor lehet, hogy ez érdekesebb lenne. Jaj, már nézd, már jönne meg a izé. A cumó. Az ablakon. De balfaszul jöttél, te megint, Istenem! Itt megállunk a körforgalomnál, akkor leszedem az egészet. Meg kell csak rántani ezt a zsinort, amire fel van fűzve ez a fényfüzér. Úgy se látszik a felvételen, ahogy elnézem. Fiú! Ó, gyerek! Mondjuk nem is lenne nehéz összevágni ezt a videót, ha a GoPro nem csinálna 4 gigánként egy újabb fájlt. Csak de.
És ezeken a számokon kigazodni, amiket készít... Megvan a szisztémája egész érthetően, csak ugye össze-vissza van keveregve a sok leállított, elindított felvétel között. Ez volt az a körforgalom, ami kicsit bonyolult volt. Te sok bevásárló cucc miatt. De megoldható. Volt. Aztán innentől kezdve végkész. Vége, nincs autópálya. Legközelebb majd autópályával Ausztriában fogunk találkozni az S... Nem tudom hányas. Az A7-es folytatása fönn, S10-es talán az. Az S7-est azt most építi az A2-esből kikanyarodva a körmet felé. Úgyhogy nem S7-es. Nem. Ausztriában nem ilyen könnyen mennek a dolgok. Számozások, hogy logikus legyen. Na mindegy, szóval ami Linztől fölfele megy északnak, A7-es, ami S mit tudom én hányasban folytatódik. Tehát most még lefele jövünk, S mit tudom én hányason kezdünk, és folytatódik majd A7-esként. Szerintem S10-es lesz. De olyan szinten mindegy, hogy nem igaz. Az még egy szép környék, fönn a hegyekben, tele alagúttal, kacskaringóval, előzési tilalommal. Mondjuk legalább nincsen buzi 60-as korlátozás a teherautóknak. Még, mert nincs akkor a forgalom, tudod. Majd amikor megépül, teljesen összeér a csemeg az osztrák autópálya, majd biztos izé. Ott fogunk szittyögni 60-nál, mert akkor lesz a jövésmenés, hogy veszélyes a haladás, lassan menj. Mert arról még nyilván nem hallott egyik semmilyen, akkor tudod, hogy a lassú forgalom az mennyire veszélyes. Sokkal veszélyesebb, mint amikor valaki száguldozik. Szokták volt mondani, én meg nem értek hozzá, én megyek a saját tempomba, vagy amit a forgalom diktál, aztán összehozódik az összes dolog. Jobbra meg reptér van. Sárga oszlopok, meg a leszálló fények, vagy a tököm tudja, minek hívják azt. Hát csak ilyen füves plac. Ennyi volt Cseszke Budajovice, innentől már kijöttünk, aztán... Budajó néz ki így ez a BMW. Láttátok? Az Angel Eye. Mondjuk azért a ködlámpa az ment, szó se róla. És feloszlik a forgalom. Mindenki most megy hazafelé, délután 4 óra van kereken, 16:00. Azt innentől lehet rúgni neki. Helyek össze. Itt-ott meg szokott torpadni a forgalom. De haladós! Kikapcsolom most már viszont, mert úgyse fog innentől kezdve nagyon látszani semmi, mert most már láthatod semmi a nap. Úgyhogy én elköszönök szerintem, esetleg lesz még mégis valami fölvenni való, akkor azt úgyis mutatom, ha nem, akkor meg bacsi erre a hétvégére.